Országszerte megszólaltak ma a polgárvédelmi szirének. A készenléti gyakorlatozás célja ellenőrizni a szirének állapotát, illetve tájékoztatni a lakosságot arról, hogy mit jelentenek a különböző sziréna hangok. Országszerte megszólaltak a szirének szerda délelőtt több megyében a polgári védelem hetén. 1933-ban ezen a napon hozták létre Romániában a polgári védelmet királyi rendelettel. Azóta február 28-án ünnepeljük a polgári védelem napját. Marosvásárhelyen a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség ezen a héten egy infópont standdal várja az érdeklődőket, ahol különböző elsősegélymódszereket mutatnak be. Ezen a héten február 27-e és március 4-e között országos szinten, így Maros megyében is megrendeztük a polgári védelem hetét. A cél a lakosság jobb felkészítése a vészhelyzetekre, illetve az elsősegélynyújtással kapcsolatos tájékoztatás és oktatás. Ugyanakkor ma a február 28-án, a polgári védelem napján, országos szinten, de Maros megyében is, mind a 102 közigazgatási területi egységben országos riasztási gyakorlatot is szerveztek. Elmondta, a gyakorlat célja a szirénák állapotának ellenőrzése, ezáltal a lakosság megismerheti a vészjelzésnek ezt a módját, valamint gyakorlatot jelent a szirénákat kezelő személyzet számára is. Pontban 10:30-kor szólalt meg a sziréna Marosvásárhelyen. Azok, akik nem tudtak a gyakorlatról, érdeklődve kapták fel a fejüket, de a legtöbben nyugodtan tovább sétáltak, hiszen a szerdai sziréna egy évek óta bevett gyakorlat. A hatóságok tájékoztattak a különböző sziréna hangok jelentéséről is. Katasztrófariasztás, ötször egymás után megismételt, egyenként 16 másodperces hangjelzés, közötte 10 másodperc szünettel. Légi előriasztás, háromszor egymás után megismételt, egyenként 32 másodperces hangjelzés, közötte 12 másodperc szünettel. Légi riasztás, 15-ször egymás után megismételt, egyenként 4 másodperces hangjelzés, közötte 4 másodperc szünettel. Riasztások feloldása, egy egyenletes, 2 perces hangjelzés.